Hát nagyon vártuk a következő beszélgetést is. Akik itt vannak a stúdióban, szerintem emlékezni fognak a következő 9-10 percre. Bemutatom vendégeinket. Czakó Balázs fotográfus, jó reggelt kívánunk, jó reggelt. És Juhász Szilvia divattervező. Kezdjük csokkom, jó reggelt. A két csinos hölgy, aki szintén itt van a stúdióban, most kérek elnézést, mert nem írtam fel a hölgyeknek a nevét, de azért elmondjuk, hogy ön a Veronika, és a Liliana, ők pedig megmutatják azokat a ruhákat, amelyeknek a témáját Czakó Balázs fotózta, Szilvia pedig, mint ruhatervező, ugye ruhára álmodta. Na kezdjük akkor a fotókkal. Ez természetfotó, eddig eljutottunk. Igen, és rajtad is egy ilyen van. Igen, 2014-ben akkor már egy éve próbálkoztam így a fotózással, akkor készült el a Tükröm Tükröm című fotó, ez a Tolnai Dunán készült el hajnalban, egy napkeltét ábrázol, és én nekem ott jött ez az ötlet, hogy szeretném ezt kipróbálni ruhákon. Akkor ugye ez 2014-ben volt, és 2017-ben sikerült először megfelelő anyagot és megfelelő nyomtatást találnom hozzá, hogy ebből lehessen is tényleg egy konkrét ruha. Akkor elkészültek az első pólók, trikók, kabát és pulóver, és ezután 2017 végén csörgött a telefonom, és hát ez talán mesélje, inkább Szilvi. Na, mert ön hívta őt a Balázs fel. Igen, lehetőséget kaptam az őszi Budapest Fashion Week-re egy kollekciót vinni, 9 darabos kollekciót, és én Czakó Balázs képeivel gondoltam egy különlegességet, és felhívtam a Balázst, hogy hozzájárulna ahhoz, hogy az ő tájképeit felhasználjam az alkalmi ruháimhoz. Hát nagyon meglepődött, mert azt mondta, hogy hát jó pólókat már készítettünk belőle, de hát alkalmi ruhára hát ezt meg tudod csinálni? Hát mondom, én meg tudom csinálni, csak segítened kell benne, hogy melyik képek legyenek azok. Na, és például ez a gyönyörű ruha, ez a fotó hol készült? Ez is a Tolnai Dunán. Ez is a Tolnai Dunán. És ez egy nagyon különleges dolog, mert ez karácsony előtti nap készült, amit így szerintem senki nem mondta meg a képről. Igen. És ez volt az első fotóm, ami a nemzetközi National Geographic-ra is kikerült, és nem fogom elfelejteni, az egyik fotós barátom szólt, hogy ez kikerült a NatGeo-ra, és akkor NatGeo, én néztem a magyar oldalt, sehol nem volt, és akkor utána szólt, hogy hát ez a külföldire. És ez egy nagyon meghatározó élmény volt így az életemben, és ezért is ezt a ruhát álmodtuk meg a Budapest Fashion Week-re a közben fő ruhának. Mutatjuk az eredeti fényképet. Na most, mint divattervezőnek, mit kellett végig gondolni, amikor egy ilyen kép megelevenedik? Mire kell figyelni? Sok-sok álmatlan éjszaka, hogy egyáltalán hogyan fogom tudni ezt egy szabás vonalba beleilleszteni. Ah, igen. És hát mindenképpen azt gondoltam én, hogy ezt a szoknyára kell rátenni, illetve a felső részét mindenképpen ilyen kicsit nőiesek és masnival gondoltam megbolondítani, illetve hogy ne legyen hangsúlyos, mindenképpen csak a szoknya része. Hogy kerültek ezek a fényképek, akkor most innentől kezdve megjelent ugye a NatGeo-n, a nemzetközi New Yorkba? A Budapest Fashion Week után Szilvi kapott egy felkérést, igen, erre a rendezvényre, New Yorkba, amit először így nem is hittünk el. Tehát ezt egy pár hétig azért jegeltük, hogy azt hittük, hogy csak egy átverés. És aztán kiderült, hogy nem. Hát utána érdeklődtünk, hogy ez valóban egy létező cég, egy londoni székhelyű cég, aki ezt az eseményt szponzorálja, és hát úgy döntöttünk a Balázsra, hogy akkor vágjunk bele és vigyük el a ruháinkat erre a divat bemutatóra. És hát nagyon nagy sikerük volt. Tehát tulajdonképpen most egy ártatlanul készült fotó, most idézőjelben mondjuk ezt, igen, elindított egy egészen másfajta üzletet az önök életében. És egyébként elmondhatjuk azt a nézőinknek, most ne piramkodjunk, mert hát a fehér nemű mindannyiunknak. Fürdőruha. Ja. A fürdőruha az nem fehér nemű? Hát, nem. Nem. Igen, igazad van. Jó. Mert az Emily azt mondta, hogy ezt én mondtassam, mert jó. De természetesen készülnek a fehér nemük is. Az tehát is van. Nem hozhatott volna, látja Balázs? Mert hogy ugye ez a fotó, ugyanaz a fotó, tehát ugyanaz a téma, ugye egy bikini felsőre is felkerült, rákerült, aztán megvan ennek ugye a bugyéja is. És ugye ehhez készült ez a strandkendő. Ugye? Így, igen, így itt azért elég nehéz volt, mert egy tájképet rárakni egy bikini alsóra, azért nem egyszerű dolog, nem. És ezért is szerettük volna mindenképpen kiegészíteni ezzel a kendővel, hogy látszódjon az is, hogy ez miből. Igen. Na, még beszéljünk arról a
még szeretnél valamit? Hát csak annyi, hogy tulajdonképpen az rajtam, így nagyon jól néz ki, hordják egyébként? Igen, ez egy szépségversenyre készült amúgy, amit a Lili nyert meg. Gratulálok! Na, hogy ami rajtad van, pont arról a szoknyáról szeretnék beszélni, mert hogy ezen már látszik a másik szenvedélyed, a viharvadászat, mert hogy elképesztőek a képeid, a viharok meg a felhők, ez mindig koncepció, hogy, hát, hogy olyan felhők legyenek? Ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, én nagyon szeretem ezt, és egyre jobban, sőt tervem van egy amerikai viharvadász túra is, amit idén szerettem volna, de New York ezt így keresztül húzta, hogy ez az egyik legelső viharfotó, mit szerettem bele ebbe az egészbe, és ezt én nagyon elrontottam ezt a képet. Ez volt az első hónap fotójának választott képem a Magyar National Geographicon, de én ezt rosszul közelítettem meg a viharfotózást, ami ennek a képnek jó, de itt 800 képet készítettem el, amiből egyen sikerült elkapnom a villámot, itt rajta is van, közelről látszik. Uh-huh. Képzeljétek, én azt hittem, hogy az valamilyen szál, valami cérna szál, ami rajta marad véletlenül. Tényleg először azt hittem, de az maga akkor a villám. Igen, amúgy ez jól sült el, mert így lett a 800 képből egy timelapse videó, amit összeraktam, és azon látszik az, hogy ez a felhő mozog naplementében. Mennyi az utómunka ezeken a képeken, mert gyönyörűek, csak... Tehát, hogy az Instagram szűrők világában... Szerencsére azokra nem szorulok rá. Már fotózás közben profi szűrőket használok, amiket a fényképezőgép elé rakok az objektív elé, és ezekkel fotózom. Ezt Izlandon volt alkalmam jól megtanulni profiktól, és ezután persze, tehát nyers képeket készítek, ezeket Photoshopban dolgozom ki. Megmondom őszintén, hogy én nem törekszem mindig a teljes valóságra, tehát arra a natur dologra, ami ott volt. Én szeretem azt megmutatni, amit én láttam az én szememmel. Nagyon menő dolog, amit csinál, vagy amit csinálnak, mondhatjuk. Mondhatnám azt is, hogy ezzel egy lavinát indítanak, vagy indíthatnának el, nem tudom én, hogy már vannak-e követőik, hogy nem tudom én, fedezd fel az országod, és kerüljön rá a ruhára, mert azért Tolna megyünk, én Baranyai vagyok, és ugye mindig azt mondom, hogy ország gyöngye aranya, legszebb megye Baranya, tehát hogy más helyszínről, az ország más helyszínről is rákerülhetnének-e fantasztikus természetfotók újabb ruhákra? Ez folyamatban van, és nem csak természetfotókkal, tehát van a parlamentről is már egy kép. Tessék, ruhával, akkor még a Paksi atomerőműről is van egy villámfotó. Mert hogy te ott dolgoztál három műszakban sugárveszélyes munkakörben? Azért ezt áruljuk el. Igen, én 10 évig Pakson dolgoztam az erőműben, primerköri gépészként, tehát így a reaktor körül voltunk közvetlenül. Erős igen. Váltás. Hát miért hagytad ott? Ezért. Jó, nem, egyszerűen ezt már nem tudtam volna annyira, sajnos későn találtam meg a fotózást, de egyértelmű volt onnantól kezdve. Hogy... Na, hogy mi lesz a folytatás, Szilvia? Mert tényleg én most már nagyon várnám az újabb kollekciókat, én. Hát ez, amit ugye most itt láthatnak, ez a Harmóniában a természettel kollekció, ez az őszi Fashion Week-re készült. De a tavaszi Fashion Week-re is készítettem egy 14 darabos kollekciót. Ott személyesen nem tudtunk részt venni, mert pont akkor volt a New York-i bemutató, úgyhogy ezt úgy tudtuk csak elküldeni azokat a ruhákat. Az a kollekció, azok csak magyar képeket tartalmaznak, de ugyanúgy Veszprém, Szeged, Budapest, tehát csodálatosak azok a ruhák is. És ezek is mind alkalmi ruhák, alkalmi, de most ruhák már készültek. És nekem tudnának készíteni, amiben az ATV-ben műsort vezetnék? Mondjuk olyan inget, vagy zakot, vagy bármi? Sőt, még az időjárás jelentésben is tudnánk az adott időjáráshoz egy adott ruhát. Tehát jó, hargálom, Émi. Igen. Férfi ingek is készülnek folyamatosan, megrendeléseink vannak. Tehát azért, akik szeretik veszi, a természetet. Kik hordják? Na, hétköznapi emberek, és általában alkalomra kérik. Én mondtam, hogy néztem a női pólót, de éppen nem lehetett kapni. Azt írták. Ezt a Facebook írta. Ne higgyünk neki, nem tudtuk ebben, ne higgyünk, nem. Jó. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak a hölgyeknek. Nagyon szépen, nagyon jól csinálták egyébként, hogy itt voltak. Tehát a szegények, hát ugye meg sem tudtak szólalni, de nem baj. Illetve hát így alakult. Önök... Szóval, ugorjál, jó? Szóval köszönjük. Én tényleg örülnék annak, hogyha nem engednénk el Balázsék kezét a tekintetben, hogy legyen egy kollekció. Igen. Jó?
Ez benne vagyunk. Majd külön felhívjuk önöket, kifizetjük. Szanyi kapunk. Tibor a parlamentben, Brüsszelben. Látom rajtad egy ilyen. Igen. Na, nagyon örültünk. Gratulálunk. Köszönjük szépen. Köszönjük.